A városvezetés évek óta igyekszik a lakosságot sport, egészségre nevelő vagy preventív programokkal ösztönözni. Itt azt az üzenetet igyekeznek átadni, hogy mindenképpen érdemes egy csipetnyivel több odafigyeléssel és tudatossággal élni megszokott életünket. Ha ehhez hozzáadjuk azt is, hogy ma egyre divatosabb fitten élni és odafigyelve étkezni, akkor legalább azt elérjük, hogy sikerül kimozdítani a hazánkban eddig a nagy családi lakomák hagyományában nevelkedett, nem túl mozgékony magyar nagy átlagot saját megszokásaiból. Nos, ez a rendezvény nyilván fontos, hiszen a sportról, egészségről szól. Ön, mint egyébként szakmáját tekintve orvos. Mit gondol, mit lát, mit tapasztal? Eljut az az üzenet, amit próbál azért már jó néhány éve intenzíven sugározni, akár ezen a rendezvényen keresztül is a város, hogy egészségesen, sok mozgással, odafigyelve, kihasználva a szűréseket, tehát hogy próbáljunk egyfajta egészségesebb életet élni? Igen. Azt gondolom, hogy az üzenet eljut. Ugye ez érdekes dolog, fiatalabb korosztályt illetően tulajdonképpen ez egy nagy versenyfutás. Amikor az ember az ilyen jellegű programokat kiajánlja, és megszervezi, és lehetővé teszi a részvételt, tehát agitál, vagy propagálja, akkor mindig látni kell, hogy tulajdonképpen mi az, amivel konkurálunk ilyenkor, vagy próbálunk konkurálni, vagy melyek azok a dolgok, amelyek ezekkel a fajta programokkal konkurálnak. Ugye itt pontosan tudjuk azt, hogy a mai számítógép és egyáltalán az informatika világában rengeteg olyan dolog van, virtuálisnak nevezhető dolog, ami a gyereket, a fiatal felnőttet inkább az immobilitásra, az ülök, a nem mozgom és a többi ilyen jellegű tevékenységre készteti. Ezzel kell valamilyen módon valamit kezdenünk, tehát már az nagy eredmény, hogyha valamiféle alternatívát tudunk ajánlani, és abban tényleg látjuk azt, hogy van is hatása, tehát foganatja. Egyébként azt látom, hogy egyre inkább a fittségre való törekvés, az az életmód, amelyben a mozgás, amelyben az odafigyelő táplálkozás szerepet kap, ez egyre inkább terjed. Ebben segíthetnek a jó üzenetet sugározva a médiumok is. Ez volt a Kangsz felvétel itt a 97 héten a Trió Rádióban. 9 óra 7 perc van, és tornára felkészülni. Álljanak fel a foteljeikből, készüljenek! A Trió Rádió múlt pénteken egy munkahelyen vagy az iskolákban is kivitelezhető tornasort közvetített a hallgatóknak, mely a reggeli órákban felpörgette keringésünket. A Bercsényi Általános Iskola sportcsarnokában sem kellett kétszer mondani senkinek, hogy a rendezvény a mozgásról szól. Zené és aerobik, teremfoci bajnokság, spinning kerékpárok, trambulin, street fitness pálya, gimnasztikai labdák segítették a mozogni vágyókat. Az egészséges életmódhoz hozzátartozik az egészséges étkezés, aminek kiváló jelképe az alma, gondolom azért osztják itt ma a Városi Egészségnapon azt is. Így van, a Városi Egészségnapon két dologra koncentráltunk, mint minden évben. Egyrészt a mozgás fontosságára, másrészt pedig az étkezés helyességére. Ezért is írtuk ezt a kulcstartóra, hogy mozog rendszeresen, étkez egészségesen. Így egyrészt almát kap minden résztvevő a mai napon, amit elfogyaszthat, másrészt pedig egy alma alakú kulcstartót, és a felirat miatt fog emlékezni erre a mozgás, illetve az étkezés fontosságára. Hogy szerezhetik meg mindezt, hogy emlék maradjon? Van egy pecsételő lapunk, ami egy olyan játék, amit megkapnak a bejáratban. Ez azt jelenti, hogy három mozgásformát kell, hiszen naponta hetente háromszor kellene egészségesen mozogni. Három mozgásformát kell teljesíteniük. Egyébként itt a csarnokban különböző 6-8 dolog az, amit lehet teljesíteni. Például a spinning biciklik, a trambulin, a gimnasztikai labdák, a színpadi műsorba be lehet kapcsolódni, a street fitness pályát lehet használni, íjászkodni lehet, asztali teniszt ki lehet próbálni, totót lehet kétfélét, és amikor összegyűjtöttek három pecsétet, akkor jár az ajándék, ami ez az alma. Többek között Urbán Lara is több dolgot teljesített, így sikerrel hajtotta végre a pecsétgyűjtést, de a hétköznapokban is örömmel tesz egészségért,
a többi megkérdezett iskolás lurkóval együtt. Sok gyümölcsöt szoktam enni, szeretek futkározni, és ezt teszem az egészségemért. Mit szoktál tenni az egészségedért úgy általában? Egészségesen étkezem, meg ugye tékvandózom. Aha. Mit szoktál tenni az egészségedért úgy általában? Hát futok, biciklizek és sportolok. A jelenleg iskolás korosztályba plantált sportolási igény már megfogant. Emellé mintákra és sportpéldaképekre van szükség. Helyben, illetve országosan is. Azt gondolom, hogy nem lehet elégszer hangoztatni a sport fontosságát. Ugye az ember életét ezt határozza meg, mint például az enyémet is. Ez rettenetesen fontos. Gyermekkortól el kell kezdeni a sportokat megismerni és használni. A legfontosabb az, hogy egy gyerek minden sportban vegyen részt, ismerjen meg mindent, egy kicsit értsen mindenhez. A mi időnkben is az volt, hogy pingpongoztunk, birkoztunk, fociztunk, kosaraztunk, aztán végül is nálam maradt a jégkorong fő sportként, és mellette kiegészítő sport volt, a foci ott maradt, és azt gondolom, hogy ugyanezt kell használni a mostani fiataloknak is, minden sportot megismerni, érteni hozzá, használni, hiszen már egész kicsikorban ki kell alakítani a sportra való igényt, hozzá kell őket szoktatni, hogy a szervezete igényelje a sportot, a mindennapos testnevelésnek is fontos szerepe van ebben. A fit életmód egyik elismert szakértője Katus Attila, sporterobik edző, aki elmondta, hogy a szemléletváltás a legfontosabb az egészséges, harmonikus élethez. Hogy az az ember kezdje sportolni és egészségesen élni, aki valamire rájön. Remélhetőleg nem utólag egy betegség következtében, hanem előre gondolkozik. Tehát nem baj, hogyha beszélgetünk a dolgokról, rádöbbentünk embereket, hogy mi a fontos az életbe, mik a prioritások, és hogyha ezt megtaláltuk, akkor ezek szerint kell cselekednünk, mert ugye rossz döntések után rossz végeredmény születik, jó döntések után pedig jó végeredmény, tehát ebben kell segíteni az embereknek, hogy minél hamarabb megtalálják a helyes utat, mert ha körbenézünk, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok ember a zsákutcába halad. De mivel sokan megyünk a zsákutcába, ezzel nyugtatjuk magunkat, nem baj, ő is dohányzik, ő se alkoholt fogyaszt, ő se sportol, ő se alszik eleget, ő sem eszik zöldséggyümölcsöt, ő sem iszik folyadékot, és sorolhatnám. És akkor ezzel megmagyarázzuk a bizonyítványt. De azt gondolom, hogy a jó hír az, hogy mindenkinek 24 órája van, és mindenki igazából a saját életét pozitív irányba tudja befolyásolni. A legegyszerűbb dolog, amit meg tudunk változtatni, az a hozzáállásunk a dolgokhoz. És ha ez megvan, akkor sikerre vihetjük azt az egészséges életmódbeli változást, amit szerintem nagyon sokan szeretnének. A rendezvény másik helyszíne az ifjúsági ház volt, ahol az egészséges táplálék a kóstolója mellett az egészségfejlesztési iroda közreműködésével végrehajtott ingyenes szűrések, mérések közben kérdeztük meg a szépkorú résztvevőket, hogy mit gondolnak az egészséges élet mai felfogásáról. Mit próbálnak tenni a hétköznapokban az egészségük megtartása érdekében? Rengeteg sok mindent. Eszünk finomakat, attól felerősödünk. Jó meleg forrásból csinálunk, az meg segít az emésztésbe. Aztán mi még pihenünk, tévézünk, néha kimegyünk a foci meccsre, az egy sport. Hát aztán, ami jön sorba, egy kis munka a kertbe, mondjuk abból kell a legkevesebb mán, elmegyünk a klubba, kártyázunk, az is sport egybe, az a közösségi szórakozás. Utána még mikor alkalommal eljövünk ilyen helyekre, megméretjük a szervezetünk, milyen a csontritkulásunk, jó-e a vérnyomásunk, meg hasonló dolog. Mozgok elég sokat, járok a klubba, jó érzem magam, társaságban vagyok, közösségben, és az étkezéssel is egy kicsit odafigyelik, hát jobban kellene, de hát ebben a korban már nem akarok fogyni se, tűrhetően érzem meg, az a lényeg. Az ifjúsági ház nagy termében sok-sok program megfért egymás mellett. A Szertelen Sziget például a drog problémák prevenciójában, illetve kezelésében érintett szervezeteknek, szakembereknek adott lehetőséget bemutatkozásra és konzultációs tanácsadásra. A színpad környékén félkörében bemutatott interaktív kiállítás a dohányzás ártalmairól szólt, melynek előterében
mit tegyünk, az első 5 percben az első segély nyújtás és az újraélesztés mechanizmusait tanulhatta meg az érdeklődő a Magyar Vöröskereszt Jársági Területi Szervezetének ifjúsági csoportja jóvoltából. És miért dönt ma egy fiatal úgy, hogy belép ebbe az ifjúsági szervezetbe? Hát én mindenképpen azért, mert orvos szeretnék lenni, úgyhogy hogy ez fontos szerintem, és nagyon sokat meg lehet tudni, meg hát a hétköznapokban bármikor történhet bárkivel olyan, ahol segítenünk kell, és fontos tudni. Igen, meg hát csak tisztában legyünk azzal, hogy hogyan tudunk segíteni az embereknek. Én is orvos szeretnék lenni, és hát azért valamint meg kell alapozni a dolgot. Az egészséges életmódhoz kapcsolódó játékos foglalkozásokról, a városi oktatási és szociális intézmények közreműködéséről, az óvodások terménybár bemutatójáról még nem is esett szó, hogy minél teljesebb képet kapjunk a programról. Hozzánk. Délelőtt az ifjúsághoz szóltunk, és ma szeretnék egy kicsit a bölcsebb, az érettebb korúakhoz is szólni, hisz azt gondolom, hogy a mozgás az minden életkorban nagyon fontos, hisz nagyon sok évet, a biológiai évünket lehet más irányba befolyásolni. A teljes korosztályi paletta megszólítása érdekében a Városi Egészségnap zárópontja a könyvtár kamaratermében volt, ahol a tájfutó világbajnok, 14-szeres magyar bajnok Monspart Sarolta mesélt a mozgás jelentőségéről, közvetlen és szórakoztató előadásmódjában. Tegyük fel az egyik balkezét az, aki legalább hetente 3-szor 1 órát valamit sporttól mozog, 180 minusz az életkora percenkénti pulzusszámmal. De hát a szexre ne tegyétek föl, egy órát, fiú, egy órát. Sok tapasztalattal rendelkező, igazi pedagógus vérrel beoltott sportemberről beszélünk, aki plasztikus példáival és humorával vezette rá hallgatóságát, hogy miért is fontos mozogni, illetve annak milyen pozitív hatásai lesznek előbb vagy utóbb. Mit mondana a ráébredőknek, vagy a későn eszmélőknek, akik most látják be, hogy hát éltem eddig úgy, ahogy, és aztán most rájövök, hogy talán jobb lenne másképpen. Az egyik, amit mindenképpen ezt mondanék, hogy a kalória egyensúlyra nagyon figyeljen. A másik pedig kezdjük el, mert az, hogyha én rendszeresen mozgok és edzett vagyok, és hátul például nem egy lottyat körtém van, hanem 2 frankó állagú fokhagyma gerezdem, esetleg nagyobbacska gerezdek, van akinek kisebb, mert ugye ő vékonyabb, akkor már látszik, hogy edzett vagyok, de nem csak ez látszik, hogy az edzett test az egy tőke, sokat ér, hanem az is, hogy akkor kreatívabb vagyok, versenyképesebb, alkalmazkodóbb, annyi mindenben jobb vagyok, pszichésen, szellemileg is, ha edzett vagyok fizikálisan, mert akkor én azért tulajdonképpen rögtön szellemileg is, mert fölkelek, vagy elmegyek, vagy sportolok, vagy nem csak tévét nézek, tehát dinnye, aki nem kezdi el, és mégis sokan nem kezdik el, de azt mondom, hogy ne rögtön azzal kezdjön, hogy jó, maratont fogok futni, nem kell 70 évesen maratont futni, kezdjen el gyalogolni, kezdjen el nordic walkingozni. Nagyon sok polgármester például most már az országban vesz 100 nordic walking botot, 100 párral, és egy embert megfizet, egy edzőt, aki foglalkozik általában nordic walkingra, kicsit idősek, a kicsit kövérek, és a kicsit lusták jönnek. De ez a rohadt bot, ez viszi őket, úgyhogy mennek, és nem lehet abba hagyni, és rögtön, ha ugyanannyi idő alatt, ugyanakkor a távot teszek meg gyalog bottal, már 30%-kal több energiát használ az ember, mintha csak úgy amúgy simán gyalogolna. Tehát jöjjenek el, kezdjenek el valamit, lehet kirándulni, menni. És nem baj, hogy itt nincsenek jászverényi havasok, mert azt nem láttam sokat belőlük, de lehet kicsit elutazni. Ráadásul itt az időseknek mondom, 65 fölött ingyen utazunk, tehát simán el lehet menni, kicsit kirándulni, visszük az unokát, már rögtön. És ha olyan van, akkor akár a 3 generáció is mehet tulajdonképpen együtt. A vidám előadás ezekkel a tanácsokkal együtt inkább hasonlított egy a magyar történelem viharában vergődő magyarság sporttörténeti stand-upjára, mely olykor finoman elénk tolta a görbetükröt és megmutatta, hogy sokkal több akarattal, a háttér vagy a nemre tekintet nélkül mindenki képes lehet egészségesebbé tenni az életét, ha szakít a rossz berögződésekkel és bátran veti magát a mozgással és kihívásokkal teli, ismeretlen, de fit életbe.